Köszönöm a bemutatást, és Andinak mondtam, hogy ez a jodamesteres bemutatkozás azért nekem annyira nem szimpatikus. Mondjuk azt, hogy azon túl, hogy a Balabit egyik alapítója vagyok, és most ügyvezetője, a hobbim a programozás és a fejlesztés, és most ebben a témában szeretnék nektek néhány magvas gondolatot előadni. Tavaly, amikor az Open Academy elkezdődött, akkor volt egy teljesítményhangolással kapcsolatos előadás, és már akkor volt bennem egy viszketegség, hogy meséljek arról is, amikor nem csak egy szekvenciális, egy hagyományos, egyszálon futó alkalmazást kell gyorsítani, hanem ennél egy bonyolultabbat, egy párhuzamosan futót, akkor erről is beszéljünk egy kicsit. Úgyhogy én most egy ilyen előadással készültem nektek. Viszonylag sok témám van, tehát majd lehet egy picit föl kell pörgetnem az eseményeket, de igyekeztem mindent beleszorítani, amit el akartam mondani. Kezdésként én meg is kérdezném egyébként bennetek, tőletek, hogy hány embernek van közületek több mint egy mag a számítógépébe és a telefonjába. Ugye ez ma már viszonylag jellemző, hogy a rendelkezésre álló számítógépek viszonylag sok CPU-t vagy magot tartalmaznak. És azt is megkérdezném tőletek, hogy közületek hányan fejlesztettek olyan alkalmazást, ami több kihasználja ezt a több CPU-t. Egy webalkalmazást esetleg, vagy egy shell scriptet. Mert hogy ugye ezek is párhuzamosan futnak, ezek is kihasználják a több CPU-t, de azt hadd kérdezzem meg még, hogy lehet, hogy ez volt a válasz egyébként az előző kérdésemre, hogy egy programon belül fel, hogy használni a több CPU-t, ezt hányan csináltátok eddig? Igen, körülbelül ugyanaz a szám. Köszönöm szépen. Ma már azt gondolom, hogy a tipikus számítógépek ilyenek, és akkor én megpróbálok a többieknek mondani néhány szót, hogy mi is az, amit én tapasztaltam ezzel kapcsolatban. Így, szuper, köszönöm. A technikai problémákat remélem gyorsan leküzdöm. Tehát a párhuzamos programozás az én szememben azt jelenti, hogy alapvetően több szálon futó alkalmazást fejlesztünk, a szálak egyébként közös memóriateret használnak, és az állapottér, az operációs rendszer által nyújtott állapottér is közös. Tehát nyitott fájlok, hálózati kapcsolatok, szignálok és a többi, ami egy alkalmazáshoz tipikusan kapcsolódik, az mind az összes szál számára ugyanaz. Ugye ezek a szálak párhuzamosan futnak, külön regiszterkészlettel rendelkeznek, más utasításokat hajtanak végre, és köztük az operációs rendszer automatikusan ütemezést végez, számunkra az viszonylag transzparens. És ha a számítógépben egyébként rendelkezésre áll az a rengeteg CPU, ami most már a telefonotokban is benne van, akkor azt viszonylag transzparensen képes használni is. A mai gépek egyébként SMP gépek, tehát szimmetrikus multiprocessing gépekről van szó. A benne lévő processzorok nagyjából egyformák, ugyanazon az órajelen futnak, ugyanolyan cache mérettel rendelkeznek. Ez egyébként általában operációs rendszer megkötés. De hát főleg telefonokban azért előfordul az is, hogy nem teljesen egyforma architektúráról beszélünk, amikor egy specializált CPU egyébként mást is végez. De amit általában szoktunk látni egy desktop gépen, azért ez még mindig ez a szimmetrikus felállás. Amit a mai processzorokra egyébként érdemes tudni, hogy ugye az órajeleik a gigahertz-es tartományban vannak, ami azt jelenti, hogy egy CPU utasítás tipikusan egy ilyen nanoszekundumig tart. És ehhez képest viszont a memória, ami ugyanezekben a gépekben van, és ami közös minden egyes processzor számára, már három nagyságrenddel lassabb. Tehát addig a pillanatig, ameddig egy utasítás bennmarad a CPU-n belül, akkor körülbelül egy nanoszekundum, abban a pillanatban, hogyha kilép onnan, mert mondjuk memóriatranzakciót végez, akkor mikroszekundumos nagyságrendbe lép át. És ez azért nagyon fura vagy nem várt, mert ugyanez az arány a memória meg a háttértárként használt Winchester között, és hogyha swappelést láttatok már gépen, akkor tudjátok, hogy mi a különbség, hogy egy program ugye a memóriából vagy a swapről fut. És ugyanez az arány a mai processzorok és a memóriák között, tehát nagyon nagy az eltérés. Ugye ezt a problémát azért felfedezték viszonylag gyorsan, és a megoldásként bevezették ezt a cache memóriát, amire az igaz, hogy sokkal-sokkal gyorsabb, mint a dinamikus memória, cserében sokkal-sokkal drágább is, ezért nem reális az, hogy egy gépben csak és kizárólag statikus RAM legyen, ezért ezt egy cache-be szervezik tipikusan.
ami ugyanezt a, tehát méretében körülbelül ezred része a központi memóriának, de ugyanígy ezerszer gyorsabb. Tehát ami a cache-ben található a programfutása közben, azt CPU órajellel képes végrehajtani, ami a memóriában van, az pedig lassabban. A cache-eket is egyébként több szintre szokták szervezni, szokott lenni L1, L2 és L3 cache. Nyilván a sebesség és a kapacitás mértékében, tehát nő a kapacitás és csökken a sebesség azért, hogy minél gyorsabban képesek legyünk kiszolgálni a CPU adatészségét. A cache memóriát egyébként, mint programozók, mint szoftverfejlesztők nem érjük el közvetlenül, azt transzparensen kezeli a CPU. Minden egyes alkalom, amikor egy memóriaolvasás történik, akkor ha az a cache-ben rendelkezésre áll, akkor onnan olvassa ki a proci, hogyha nem, akkor pedig nyilván a memóriához fordul. Ezt egyébként asszociatívan, ez egy asszociatívan szervezett memória, tehát mondjuk azt, hogy a memória cím alapján, amit a processzor el akar érni, meg kiválasztja viszonylag gyorsan azt a konkrét cache line-t, memória lapot a cache-ben, amire szüksége van, és akkor beolvassa onnan. Talán egy fogalom fontos itt definiálni, ez a cache line. Nem minden egyes memória byte-hoz tartozik egy cache slot, hanem 32 byte-os egységekben dolgozunk, ami azt jelenti, hogy 32 egymás melletti byte tipikusan egyszerre kerül be a cache-be, és egyszerre kerül onnan kiírásra is. Ha fölmértük azt, hogy a cache az ennyivel gyorsabb, és a memória ennyire lassú, sokkal inkább ez a szomorú tény, akkor láthatjátok azt is, vagy viszonylag egyszerű következtetés, hogy egy algoritmus az, bár lehet, hogy CPU utasítás számban, vagy CPU ciklusok számában minimális, de lassabb, mint hogyha a cache használatra figyelünk oda jobban. Tehát sokkal fontosabb, hogy milyen hatékonyan használjuk fel a cache memóriát, ami a processzorunkban benne van, mint az, hogy pontosan milyen módon működik az algoritmus. És hogyha összeházasítjuk a cache memóriákat és a több processzoros gépeket, akkor jutunk egy újabb problémához, ugyanis a cache memória CPU-nként minden egyes processzorban megjelenik. Miközben egyébként a memória terület az pedig közös az összes processzor számára. Magyarán, ahhoz, hogy ez a közös érzet megmaradjon a memóriában, a processzor magoknak egyébként kommunikálniuk kell. Tehát, hogyha egy processzor ma kiír egy memória címre egy adott értéket, és a másik visszaolvassa onnan, akkor ezen műveletek végrehajtása során szükség lehet némi kommunikációra, némi szinkronizációra, amiről leginkább a betűszót szerettem volna megmutatni és kivetíteni, ez a MESI protokoll, ami ezt a kommunikációt megvalósítja. Nem mennék bele nagyon részletesen, de ez alapján, a betűszó alapján utána tudtok nézni, hogy pontosan mit is jelent ez. A legfontosabb, amit tudnotok kell, hogyha egy processzor sajátjának érez egy cache line-t, akkor nagyon gyorsan képes azzal dolgozni. Ha viszont tudja, hogy egy másik processzor szintén ugyanezt az adatblokkot használja, akkor viszont sokkal lassabban. A nyilak egyébként azt mutatják, hogy a különböző műveletekre milyen újabb állapotba kerül át egy cache vonal. Amit elmondtam, annak igazából egyetlen egy nagyon fontos üzenete van, hogy a mai processzorok és a mai számítógépek relatíve bonyolult állatok. A processzorok között van valamiféle hálózati szerű kommunikáció, nyilván nem egy Ethernet hálózat, de ahhoz nagyon hasonló, vagy céljában legalábbis hasonló. Bocsánat. És az, hogy egy-egy viszonylag egyszerűnek tűnő művelet mögött elég komplex dolgok történhetnek a háttérben, ami talán egy picit azt erősíti bennünk, vagy azt a kételyt ébreszti, hogy lehet, hogy... Bocsánat. Tehát lehet, hogy valami csak egy memóriaolvasásnak tűnik, és az egyik futásban meg is történik egy nanoszekundum alatt, de a következőben viszont mikroszekundumokig tart. Egy tipikus cache problémát fölírtam ide rögtön az elméleti blokk végére, ami azt gondolom, hogy egy elég gyakran előfordul. Ha két processzor ugyanazt a memóriavonalat próbálja meg elérni, vagy ugyanazt a memóriaszlotot,
Mind a kettő mondjuk írja exkluzív módon, tehát mind a kettő elkéri azt, úgy akarja odaírni, hogy biztosan atomikus módon megérkezzen a végeredmény, akkor egymással kommunikálniuk kell azért, hogy az a cache vonal bizony mind a kettőnek bekerüljön a cache-be. És ide-oda rakosgatják. Ez azt jelenti, hogy szépen egymás lábára lépnek folyamatosan, és az az utasítás, ami normál esetben megint csak ez a nanoszekundumos nagyságrendben megtörtént volna, már ezerszer annyi ideig tart. Ezt egyébként cache pingpongnak szokták hívni, vagy becézni. Nem akartam csak mondjuk azt, hogy elméleti példákat hozni, én próbáltam a prezentációba beékelni egy valós tapasztalatot, nyilván az enyémet. Ez a Syslogengiről szól, a Syslogengi majd néhány szóban bemutatnám nektek. Nem olyan régen történt meg az, hogy a Syslogengi egy ilyen egyszálas hagyományos programból egy többszálas párhuzamos programmá vált, és miközben ezt megtettem, azért jó néhány dolgot kellett megértenem, megtapasztaltam, ezt próbáltam meg összefoglalni nektek. A Syslogengi, hogyha valaki nem ismerné esetleg, ez egy rendszernaplókat fogadó alkalmazás, tehát egy naplózó szerver, amin hálózati kapcsolatokon keresztül érkeznek a naplóüzenetek. Minden üzenet gyakorlatilag egy-egy sornak felel meg, tehát hogy ilyen szöveges fájlban beszélünk. Egy-egy ilyen sor egyébként 3-500 byte, és körülbelül 1000 kapcsolattal dolgozik, tehát azt mondhatjuk egy tipikus terhelésnek, és néhány százezer üzenet érkezik meg másodpercenként. Ezekkel az üzenetekkel aztán, ahogy megérkezett, vagy fájlba kell írni, vagy tovább küldeni más új irányokba, vagy pedig valamiféle feldolgozást kell végeznie. Tehát ez a tipikus Syslogengi use case. És mielőtt tovább mennék abba az irányba, hogy elmeséljem nektek, hogy miközben ezt a terhelési mintát megpróbáltam több processzorra szétterhelni, szeretném kihangsúlyozni azt, hogy bármiféle teljesítmény növelés célzó projektben, vagy bármi olyan helyzetben, amikor nektek valamiről javítani kell, nagyon-nagyon fontos a mérés meg a reprodukció. Ugye a tipikus Knuth mondás, az a premature optimization is the root of all evil, talán egy kicsit erős természetesen, tehát nem gondolom, hogy minden gonoszságnak az alapja, de azt talán hangsúlyozza, hogy anélkül, hogy pontosan tudnánk, mit is akarunk csinálni, nagyon nehéz ezekben előrelépni. Na de vissza a Syslogengire, amiben nagyon-nagyon leegyszerűsítve kétféle művelet történik. Érkeznek befele az üzenetek, ugye ebben a körülbelül 1000 kapcsolatban, mindig másikban. Ezt beolvassuk a hálózati kapcsolatról, van egy parcolás művelet, amikor szétszedjük olyan darabokra, amilyen mezőkből ez áll. Szűréseket hajtunk végre, meghatározzuk, hogy hova kell tovább küldenünk, majd bekerül egy output feldolgozás irányba. Egy üzenet egyébként több irányba mehet el. A másik fele a feldolgozásnak az konkrétan az output rész, az, ami a már beérkezett üzeneteket igazából megformázza és kiküldi egy tipikusan hálózati célra vagy egy fájlba. Ezt a feladat halmazt régen a Syslogengi egyébként alapvetően egy szálon végezte el. Tehát 1000 kapcsolatot kezelt, de ennek ellenére egy szálon dolgozott. Ez ugye a Unix-nek a POL rendszerhívását használta, ami gyakorlatilag amivel le lehet kérdezni, hogy az 1000 kapcsolat közül éppen melyiken van valamiféle IO esemény. Ha történt valamilyen IO eseményt, arra egy ilyen aszinkron callback hívódott meg a kódon belül, ami ezt az eseményt lekezelte, majd visszament ugyanebbe a POL ciklusba. Tehát van egy folyamatos iteráció az egészben, ami minden egyes alkalommal megnézi, hogy hol történt valami, és arra reagált. Egyébként ezt egyszálú korában a Syslogengi kb. 100.000 üzenetet volt képes feldolgozni, tehát beolvasni és kiírni egy fájlba. Körülbelül ennyit volt képes. Ma ez úgy alakult át, egyébként, hogy van egy főszálunk, ami gyakorlatilag minden alkalmazásban, ugye ezzel indul el, ez végez mindenféle indulás-leállás és hasonló felhasználó kérésekre való reakció műveleteket, illetve ez az, amelyik továbbra is, mint korábban figyeli az IO eseményeket, ezúttal már nem a POL, hanem az ePOL rendszerhíváson keresztül,
és amikor az megtörténik, akkor a munkát kiosztja ilyen worker threadeknek. Ez azt gondolom, hogy ideig viszonylag tipikus, tehát amikor valami megtörténik, akkor ezt továbbítja néhány ilyen dolgozó szálnak, ami az adott feladatot elvégzi. Ugye ugyanazok az IO események történhetnek, beérkezik valami input adat, tehát valami esemény valamelyik kapcsolaton megérkezett, vagy pedig egy kimenő oldal írhatóvá vált, tehát képesek vagyunk küldeni. Megmaradt, ugye amikor egy alkalmazást átalakítunk szekvenciásról párhuzamosra, akkor elindul bennünk a kis hangya, hogy tulajdonképpen ilyen blokkoló IO-t is használhatnánk, hiszen elindítunk minden egyes kapcsolatra egy-egy szálat. Mennyivel kényelmesebb aszinkron hívások helyett konkrétan beállni egy-egy ilyen blocking IO-ba, beolvasom, kiírom, tehát egy zárt ciklusba, ahelyett, hogy mindez ilyen aszinkron visszajött, tehát callback-ek segítségével valósul meg. Az én tapasztalatom egyébként az, hogy ezzel az az alapvető probléma, hogy ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden egyes kapcsolatra egy-egy külön szálat kell dedikálni, és a szálak számát sem lehet elinflálni az egekbe, mert minél több szál van, annál több overhead-je lesz. De majd erről beszélek egy kicsit később. Tehát a lényeg az, hogy non-blocking IO-t használunk továbbiakban is, és ezeknek a bizonyos worker threadeknek a száma, amik a munkát végzik, azokat bekorlátozom. Bekorlátozzuk egészen konkrétan a gépben lévő CPU magok számára. Tehát nem engedünk többet futni, még akkor se, hogyha egyébként az operációs rendszer akár 1000 threadet vagy 10.000 threadet is lehetővé tenne. További tény, de erről is majd mondok néhány szót, hogy miért is így alakul, hogy egy-egy task, vagy egy-egy ilyen IO eseményfeldolgozás, az szándékosan nem végez több műveletet, mint 1-4000 üzenetfeldolgozást, mert ezzel így pont be lehet illeszkedni egy-egy ilyen timeslotban, amit egyébként az operációs rendszer allokál, de erről is majd beszélek néhány szót. Tehát valahogy így néz ki a SysLogng jelenleg, remélem, hogy sikerült ez alatt a 2 perc alatt egy rövid betekintést adni, hogy ez hogy is működik. De miközben ez megtörtént, mondjuk azt, hogy én is tanultam, meg azt gondolom, hogy néhány érdekes tényre szeretném nektek felhívni a figyelmeteket. Az egyik ilyen dolog, amivel nem szoktunk számolni, de nem nulla energiát viszel a számítógéptől, az pont ez a threadváltás dolog. Ugye mondtam azt, hogy nem 10.000 szállat futtatunk, vagy minden kapcsolatra egyret, hanem igyekszünk ezeknek a darabszámát csökkenteni. Egészen konkrétan azért, mert egy threadváltás az iszonyatosan drága. Tehát, hogyha emlékeztek, most visszautalnék a cache-es gondolatmenetemre, hogyha egy cache-ben benne van az az adat, amivel éppen dolgozni akarunk, akkor akár 1000-szer gyorsabban futhat a program. Egy threadváltás esetén a cache tartalma igazából irrelevánssá válik, és kihűl, így is mondják. Tehát, hogyha fut egy program teljes sebességgel, majd történik egy threadváltás, az nagyon lassan kezd el majd futni. Tehát itt van egy nagyon komoly költség, még akkor is, hogyha az operációs rendszer egyébként magát ezt a váltást, vagy az ő scheduler-jének a működése egyébként túl sok időt nem is venne el. Nyilván ennek az elkerülésnek a módja az az, hogyha viszonylag kevés threadet használunk, és kevés okot adunk az operációs rendszernek arra, hogy váltogasson köztük. Az is ilyen szempontból cél volt, hogy egy-egy ilyen munkát végző szál, az körülbelül olyan ideig fusson, ami még belefér egy időszeletbe, hiszen az operációs rendszer időszeletenként így is úgy is el fogja tőlünk venni a processzort, hogyha ez pont egybeesik egyébként a természetes határoló vonalakkal, amiben a programunk dolgozik, akkor az megint csak emeli a teljesítmény. A másik érdekes dolog, ami így párhuzamos programozás kapcsán nem szokott a figyelem középpontjába kerülni, az a késleltetés vagy latency. Ugye a latency az, amikor egy program mondjuk futásképes, vár arra, hogy el tudjon indulni, de nem rögtön indul el, hanem egy bizonyos időszelet eltelik. Mondok egy példát. Megérkezik egy beolvasható adat, és mire elindul a program arra a jelzésre, hogy igen, be is olvassa, a kettő között valamennyi idő el fog telni. Ez egyébként nem nulla idő. Nyilván ezek tipikusan nem fognak CPU időt pörgetni. Tehát nem olyan dologról van szó, hogy ami programunk aktívan fut és polloz, vagy pörög egy pici ciklusban, hanem arról van szó, hogy az operációs rendszernek idejébe telik az, hogy a jelzés
megérkeztékor, vagy ahhoz képest elindítsa a programot, ami azt utána fel is fogja dolgozni. Ami nekem tapasztalat volt, hogy egy-egy ilyen létező nagyon-nagyon keményen beépülhet a teljesítmény, vagy az érzékel teljesítményébe a rendszernek, hiszen hogyha van egy 1 millisekundumos, ami nem túl sok idő latency mondjuk egy ilyen váltás kapcsán, akkor az 1000 tranzakciónként már plusz egy másodpercet jelent a feldolgozás idejében. A latencyben egyébként az a nagyon kellemetlen, hogy nem mindig kiszámítható, hogy pontosan hol keletkezik, hiszen akár az operációs rendszer is okozhatja egy-egy ilyen threadváltás kapcsán, hiszen azt nem tudjuk, hogy pontosan hol fog történni. Illetve, hogyha van egy olyan lockunk, vagy egy olyan szinkronizációs primitívünk, ami mondjuk terhelt, tehát elég sokan várnak rá, akkor nem tudjuk pontosan, hogy mennyi ideig fog tartani. Tehát egy látszólag zárt és gyors kódba elég gyorsan beépülhetnek ilyen késleltetések. Dinamikus memória. Ez egyébként a tavalyi prezentációban is szerepelt, úgy általában a dinamikus memória ilyen tranzakciószámoknál, tehát néhány százezer tranzakció per másodpercnél, azok nagyon-nagyon komolyan visszavetik a program teljesítményét. Egyszerűen azért egyébként, mert maga a dinamikus memóriát allokáló rutinok, tehát a malloc meg a free, hogyha C-ben beszélünk, azok egy olyan adatszerkezetet tartanak, vagy használnak maguk alatt, amiben rengeteg láncolt lista van, amiben nyilván ugyanúgy szinkronizálni kell, hiszen a mallokot meg a free-t ugye önmagában nekünk, mint alkalmazás programozónak nem kell lokkokkal körbevenni. De belül azért ezeket meg kell létre kell hozni. Tehát a mallok meg a free úgy általában drága. Egy tipikus probléma egyébként, hogy az egyik szál az, ami allokál memóriát, és egy másik szál fogja felszabadítani. Hát, hogyha az előbb a cache-ekről megint csak beszéltünk, az egyik szálnak lesz hot az a terület, és a másik processzor fog ráfutni, és ő fogja felszabadítani, akinek biztos, hogy cold lesz. Itt általában az elkerülés módja egyébként az, hogy igyekszünk kerülni a dinamikus memória allokációt, amit persze nem mindig lehet, de olyan kis trükkökkel, hogy nem heap-en allokálunk dinamikusan, hanem mondjuk magán a stack-en, tehát lokális változókat használunk, vagy allokát, nem tudom, hogy ezt mennyien ismeritek, az a stack-en végül is egy dinamikus memóriát foglal, aminek limitált a mérete, tehát sokkal kevesebb memória áll így rendelkezésünkre, de cserében viszont sokkal gyorsabb. A másik, ami itt érdekes lehet, azok a per-thread allokációk, amikor egy-egy változót azt nem leallokálunk, használunk és felszabadítunk minden egyes futásban, hanem tudjuk, hogy a programunkban mondjuk összesen 16 szál lehet, mert 16 processzorunk van, és tudunk olyan adatszerkezetet kialakítani, hogy minden egyes szálnak dedikált memória területe lesz, és ezért nem fognak rajta összeveszni. A harmadik példám az nyilván syslog-ng specifikus, ott ugye üzeneteket dolgozunk föl, az üzeneteket egy ilyen log message adastruktúra szimbolizálja. Amit ezzel tettem, vagy ami nagyon sokat segített ezen, az az, hogy minél tömörebb, minél kisebb legyen, és egy memória allokációval legyünk képesek leallokálni, és ne kelljen egy üzenet kapcsán sok allokációt és felszabadítást végezni. Ez egyébként nem egy annyira triviális feladat lévén, egy nagyon dinamikus adatszerkezetről, meg egy dinamikus üzenetmodellről van szó. De sikerült levinni egyébként az egy malloc per üzenetre ezt a szintet. Log contention az gyakorlatilag egy-egy ilyen szinkronizációs primitív terheltsége, tehát amikor nagyon sok processzor szeretne mondjuk ugyanazt a mutexet megfogni, vagy ugyanazt a semaphort, vagy melyik platformon éppen hogy hívják. De a lényeg, hogy olyankor, amikor egy adatszerkezetet mondjuk egy lock véd, és azt nagyon sok processzor akarja egyszerre igénybe venni, olyankor az a memóriaterület, amit a lockot magát tárolja, az contentált lesz. Tehát nagyon, ez a cache pingpong kialakul, tehát mindig más processzornak lesz a cache-ben benne. És az érdekes ezzel kapcsolatban, hogy nem is csak a lock művelet lesz, ami drága, hanem a lock meg az unlock párja is, hiszen mind a kettő gyakorlatilag ugyanazon a memória területen fog módosítást végezni. Szokták ilyen lock contention kapcsán szokták emlegetni az ilyen reader-writer lockokat, nem tudom, hogy ez mennyire ismerős. Ugye sok reader mehet ugyanazon az adatszerkezeten, miközben egyszerre maximum egy writer. Ez sem segít a lock contention-en egyébként, hiszen minden egyes reader meg fogja fogni legalább a read oldalát a locknak, és az ugyanúgy
egy atomikus művelet. Nyilván itt ugyanúgy a pertred változók azok nagyon sokat segíthetnek, hiszen akkor nem kell lokkolnunk, illetve az is segíthet, hogyha egyszerűen a lokkokat megpróbáljuk eldisztribútálni. Nem az egész adatszerkezetünket egy lokk védi, hanem mondjuk megpróbáljuk földarabolni valamilyen módon, egyszerűen egy nagyobb felbontást belevinni. Illetve még egy érdekes módja van erre, majd lesz egy konkrét példám, amikor egyszer fogjuk meg a lokkot, és sok munkát végzünk, nem egy tranzakciót végzünk, hanem tized, százat, ezret, hiszen akkor tranzakciónként a lokkoláshoz szükséges időt csökkentettük. Tehát nem mindegy az, hogy a hasznos munkához, ami mondjuk egy egység, hány egységnyi lokkoláshoz szükséges idő tartozik, és hogyha akár csak a tranzakció számát megsokszorozzuk, az lehet, hogy megoldja az egész problémánkat. Nyilván ezt olyankor lehet megtenni, amikor úgy rendelkezésünkre áll annyi adat, amivel dolgoznunk kellene. Talán ezek a példák egy dolgot jól szimbolizálnak, az az, hogy vannak nem triviális következményei ennek az architektúrának, és bizony gyakran előfordul, hogy egy korábban szekvenciálisan elég jó teljesítmény nyújtó program, miután átkonvertáljuk egy párhuzamos programmá, lassabb lesz, legalábbis bizonyos use case-ekben. Ugye itt az elkerülés kapcsán mondtam néhány módszert, hogy mi mindennel lehet ezeket a contentionöket, meg késleltetéseket, meg CPU közti kommunikációt, meg cache pingpongot elkerülni. Van két olyan trade-off, amit mindenképpen fel akartam ide tenni, és el akartam nektek mondani. Mert hogy ezek olyan, amiket el lehet dönteni egy program kapcsán. Tipikusan, mondjuk egy szekvenciás programban elég egyszerű mondjuk elemek feldolgozásának sorrendiségét garantálni, hiszen a program egymás után fog rájuk ráfutni, hát ugyanúgy fut rá minden egyes alkalommal. Ha ez nekünk nem egy kemény kötöttség egyébként, és föl tudjuk oldani, és már nem számít a sorrend, akkor azzal például a lokkolást, illetve a szinkronizációt ezt csökkenteni tudjuk. Ilyen módon a teljesítményt növelni tudjuk. Ugyanilyen trade-off egyébként a használt memória mennyiség, és ugyanígy és a teljesítmény, általában több memóriával gyorsítani tudunk, tehát a memória feláldozásával tudunk gyorsítani, például azzal, hogy ahogy az előbb mondtam, nem egy tranzakciót hajtunk végre egy lokkvédelme adat, hanem százat, akkor nyilván a száz egyébként több memóriát fog enni, ameddig az összegyűlik, és egyben fogjuk tudni őket feldolgozni, tehát a párhuzamos memória foglalása biztos, hogy magasabb. Van egy konkrét adatszerkezetem is, amit meg akarnék nektek mutatni, amire különösen büszke vagyok. Ahogy elmeséltem, a Syslog NG-ben egyébként van egy input oldali feldolgozás, meg van egy output oldali feldolgozás, a kettő két külön szálban történik, a kettőt összeköti egy queue. Az egyik oldalon a queue-nak bekerül az üzenet, a másik oldalon kikerül az üzenet. Ez végülis viszonylag normális, vagy hagyományos, vagy ez teljesen szokványos felállás. Tudni kell, hogy az input oldal egyébként több szálon keresztül eteti ezt a queue-t. Tehát van n darab input szál, az mind ugyanabba az egy queue-ba szeretné betenni a saját eredményét. Egyből itt már, ugye az elmondottak alapján már mondjuk az, hogy gyanúsnak is kell lennie, hogy ott biztos, hogy lesz egy lock, ami majd védi ezt a queue-t, és akkor az valószínűleg 500.000 üzenetnél már elképzelhető, hogy terhelt lesz. De megmutatom nektek, hogy hogyan is, milyen gondolatmenet mentén lehet egy ilyen adatszerkezetet megoldani. Ugye a triviális megoldásunk az, hogy van egy queue-unk. Egyik oldalon érkeznek az üzenetek, sok szálba, itt most éppen négyet rajzoltam föl, az egészet megvédi egy mutex, ami tökéletesen mondjuk azt, hogy még a konzisztenciát is föltartja, tehát ugyanolyan sorrendben fognak kikerülni a queue-ból az elemek az output oldalon, mint ahogy beérkeztek. Egy kellemetlen dolog van, hogy üzenetenként négy atomikus és szinkronizációt igénylő művelet van, hiszen az input oldalon is lokkolni kell, az output oldalon is lokkolni kell az üzenet berakásához, és mind a lock, mind az unlock művelet egyébként olyan, ami szinkronizációt igényel. Ez úgy nem annyira jó. Az első lépésben amit tettem, hogy feláldoztam az üzenet sorrendiségét, és azt mondtam, hogy nekem nem is annyira fontos, hogy sorban érkezzenek az üzenetek, legalábbis kapcsolatok között. Kapcsolaton belül természetesen garantálnom kell továbbra is azt, hogy ami beérkezik, az olyan sorrendben megy ki, de kapcsolatok között igazából nincs értelme, vagy nincs különösebb üzleti értéke. Ezért
gyakorlatilag minden egyes input threadhez, tehát ugye volt nekem, ahogy az elején mondtam, a CPU számában korlátoztam a threadek számát, tehát tudom pontosan, hogy hány darab threadem lehet, ilyen módon minden egyes threadhez képes vagyok rendelni egy önálló saját queue-t, amiben minden egyes thread saját maga szépen belepakolja az elemeit, lokkolás nélkül, hiszen egy per thread queue-ról van szó. Majd, akkor, amikor egy esemény feldolgozása megtörtént, és potenciálisan 100 000 valahány üzenet bekerült ebbe a queue-ba, akkor a legvégén egyszer kell azt a mutexet megfogni, és betenni az egész üzenet halmazt a mutex által védett részre. Ez azért nagyon jó, hogy gondoljátok csak el, hogyha 100 üzenet összegyűlik még a nem lokkolt részen, akkor összesen egy lock-unlock párral nem egy, hanem 100 üzenetet tudok betenni. Ezzel gyakorlatilag a baloldali, tehát az input oldali lokkolást hát 1%-ára csökkentettem, gyakorlatilag eltüntettem. A következő lépés pedig az volt, hogy az output oldalon csak egy szál dolgozik, de ott is ugyanezt a trükköt el lehet intézni, hogy meg lehet csinálni. Tehát az inputok, ahogy meséltem, beolvassák a 100 üzenetet, mindegyiket egyesével beteszik a saját input threadjükbe, vagy a queue-jukba. Amikor végeztek a feldolgozások, akkor az egészet egyszerre százasával betolják ebbe a középen lévő queue-ba. Output oldalon meg ugyanezt a trükköt el lehet játszani. Hiszen olyankor, amikor már megfogtok a mutexet, akkor nem muszáj csak egy üzenetet levenni, le lehet venni az összeset. Tehát, hogyha a középen lévő queue-ból van már összegyűlt mondjuk 1000 üzenet, akkor egy lock-művelettel rögtön átkerül egy lokkolatlan részre, és onnan szépen egyesével feldolgozhatjuk, már az senkinek nem fáj, és nem kell lokkolni menet közben. Tehát miközben az elején azt beszéltük, hogy üzenetenként 4 művelet, ha csak 100-ra kijön az az átlagos szám, amennyi darabonként, vagy amennyi adagonként sikerül feldolgozni az üzeneteket, az gyakorlatilag 1%-ára csökkenti a lokkolások, vagy az atomikus műveletek számát. És hallom, én már itt hallom néhány ember fejében szerintem, hogy na jó, de nem lehetne megspórolni ezt a lokot teljesen? Hát a szomorú tény, hogy nyilván mindent lehet, de azért ennek nagyon-nagyon komoly veszélyei vannak, és nagyon-nagyon érteni kell ahhoz, hogy milyen processzoron is dolgozunk. Ugyanis. Biztos előfordult már veletek olyan, hogy tehát volt két művelet mondjuk egy C-forrás kódban egymás után, és ugye azt vártátok, hogy azok egymás után történnek meg. Na, ez nem igaz. Tehát műveletek, amik úgymond számunkra szekvenciálisnak tűnnek, azok nagyon sok okból felcserélődhetnek egymással. És miközben úgy tűnik, hogy jaj, csak egy pointert oda betárolok, nem kell ahhoz nekem lokkolni, az nem biztos, hogy olyan sorrendben fog megtörténni, mint ahogy nekünk természetes lenne. Ugyanis a fordító maga is csereberélhet. Tehát miközben optimalizál, számára függetlenek tekintett utasításokat fölcserélheti. Erről egyébként le lehet beszélni, tehát van ilyen compiler barrier, művelt GCC-ben meg is tudom nektek mutatni, de egyébként van olyan, amivel meg lehet mondani a fordítónak, hogy ezt a két blokkot nem keverheti össze. Erre lockless kapcsán, vagy biztos, hogy szükség lesz egyébként, mert másképp semmi sem biztosított. A ciki az, hogy nem csak a fordítók csereberélhet memóriatároló műveleteket, hanem a CPU is. És a rossz hír az, hogy nem minden milyen architektúra. Tehát nem mindegy, hogy egy X86-on futtok, egy ARM processzoron, vagy egy Alfán, mert mindegyiknek más a szokása, hogy mennyire csereberélhet. Itt egyébként, amit meg kell tanulni, vagy érteni kell, hogyha az ember ilyesmire adja a fejét, hogy most megpróbálja elkerülni, és minél kevesebb lokkot használni, és nem a hagyományos operációs rendszer által nyújtotta lokkokat, akkor érdemes megérteni a memory barriereket, amik megint csak CPU-specifikusak, és elolvasni egy-két ezzel kapcsolatos kiadványt, mert egyébként nagyon-nagyon kellemetlen hibákat tud okozni az ilyesmi. Nem tudom, biztos, hogy tapasztaltatok már olyat, amikor mondjuk valami stale memória területről sikerült egy pointert kiolvasni, és hát már nem az alatt volt ott. Az ilyeneket azért elég nehéz debugolni, és viszonylag ritkán fordulnak elő, pont majd az ügyfélnél fognak. Szóval én azt javaslom, hogy mielőtt ilyesmivel kezdenétek, érdemes egy-két kiadványt ezzel kapcsolatban elolvasni. És hogy miket?
azt a következő szlájdon fogom megmutatni, igen. Összefoglalásul, remélem, hogy nem mondtam nagyon sok mindent, igyekeztem tényleg mindent bele szuszakolni. De a fő üzenetem igazából az volt, hogy a mai gépek már olyanok, hogy igazán kihasználni őket úgy lehet, hogyha az ember ilyen párhuzamos programokat kezd el írni. Ugyanakkor könnyű csapdába lépni, és ahhoz, hogy a csapdákat megértsük, ahhoz muszáj mérni, meg ismételhető tesztkészeket csinálni, hogy tényleg mélyére tudjunk járni, vagy a gyökerét megérteni egy-egy problémának. És itt van az a két link, amit nagyon szívesen ajánlok nektek elolvasásra. Szerintem a Facebookon, hogyha megjelenik a prezentáció, akkor onnan ki tudjátok venni most. Nem tudom, hogy ki tudja ilyen gyorsan leírni. Köszönöm szépen!